2018. február 24-én rendezték meg a 24. mérnök technikus bált, az MTSS díjátadó gáláját, ahol a különböző vállalatoknál dolgozó MTSS tagok, cégvezetők fehér asztalok köré gyűlve beszélgethettek és tölthettek kevésbé formálisan együtt egy kellemes és hangulatos estét. A bál fővédnöke Cseresnyés Péter volt, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. Idén az év technikusa díjban részesült Jéger András, a MÁV ZRT dolgozója, aki jelenleg forgalmi szolgálattevő Budapest-Ferencváros keleti rendező állomáson. Több éve tagja a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének, az elmúlt kettő esztendőben különösen aktív tevékenységet folytat, mint helyi ügyvivő. Az év mérnöke díjat Ecsedi Noémi, a MÁV Szolgáltató Központ munkavállalója nyerte el, aki jelenleg a MÁV forgalmi szakoktatója, a vasútvállalatcsoport dolgozóinak képzésével, oktatásával foglalkozik, amelyek mellett egyéb más feladatokat is ellát. Több éve tagja a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének, ahol aktívan vesz részt a dolgozók tájékoztatásában és gondjaik megoldásában. Az MTSS-ért díjat Pozsár Anikó kapta, aki a Kühne-Nagel cég dolgozója. Anikó 2015 óta a Kühne-Nagel cég raktárosaként végzi szakmai munkáját, egy éve vette át a szakszervezeti munkát elődjétől, és igen nehéz körülmények között igyekszik kiépíteni a bizalmat, mind a cégvezetés, mind a dolgozók felé eredményesen. A díjátadó után az est Katona Zsuzsa és Zsigovics István versenytáncával folytatódott, majd a parketre csalogatott vendégekkel igazi báli hangulat alakult ki. A jó célem ott első volt a sorban, csimványokhozva néztem mindig őt. A vacsora után a jó hangulatról Badár Sándor gondoskodott, akivel a show után a vendégek egy-egy közös fotót is készíthettek. A desszert elfogyasztása közben a vendégek a Rhythmic Brothers step táncát és egy Charleston produkciót is megtekinthettek.